A Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai karán részben megújult környezetben kezdődhet a következő tanév. Árpási Zoltán dékán a három témában azt mondta, a napokban befejeződött felújítás során többek között energetikai korszerűsítés történt, mellette a régi épületrész egyes része is modernizáláson estek át. A dékán kiemelte, a 2023-24-es tanév megnövekedett hallgatói létszáma volt az egyik oka, hogy az egyetem vezetése a felújítás mellett döntött. Ezzel a folyamat nem ért véget, a jövő év tavaszán további felújításokkal válhat teljes körűvé a gazdasági kar átalakulása. Árpási Zoltán hangsúlyozta, jelentős fejlődést jelent az elkészült napelempark, ahogy a kollégium teljes felújítása is ide sorolható. 100 férőhely mértékéig megújításra kerültek apartmanok. Ennek is volt egy időszerűsége, új ágyak, nyilván belülről is modernizáltunk, festettünk, illetve a vizes blokkok, helységek is megújultak. Ez az, amit mondhatnám, hogy nem a főépületet érintő, ám mégis nagyon fontos fejlesztések és felújítások. Ami pedig itt a főépületben történt, az 4 tanteremnek a belső megújulása, tulajdonképpen teljesen világítás, bútorzat, amit körülöttünk látható is, illetve a vizes blokk, egy vizes blokk férfi-női mosdónak a megújítása. Minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy az egyetem külföldön is láthatóvá váljon, fogalmazott Árpási Zoltán. Az Erasmus program számos lehetőséget kínál a hallgatóknak, ugyanakkor az ebben nyújtott aktivitásuk változó. A dékán kiemelte, néhány napos külföldi programokkal igyekeznek ösztönözni a fiatalokat a féléves kurzusokba való bekapcsolódásba. Az Erasmuson túl a közelmúltban a GFA-t összegyetemi szinten bemutató amerikai út egy új irányt is hozhat magával. Árpási Zoltán elmondta, már folynak a tárgyalások egy New York-i egyetemmel közös képzés meghirdetéséről. Ez ugye online zajlana, tehát az őszi fél évben lennének amerikai hallgatók odakint, magyar hallgatók itt, és akkor online menne egy ilyen közös workshop-szerű, egy választható tárgy keretében egy workshop-szerű kurzus. Egy új dolog, nyilván mi is izgatottan, meg kíváncsian várjuk, hogy ez utána hova fog tovább fejlődni. Én úgy gondolom, hogy az első lépést nehéz mindig megtenni, és utána aztán majd ezek adják magukat. Illetve hát emellett hirdetjük a angol nyelven a gazdálkodás menedzsment alapszakot is. Tehát itt, ha valaki mondjuk angol nyelven szeretné az alapszakos végzettséget megszerezni, akkor Békéscsabán arra is van lehetősége. A július meghatározó valamennyi hazai felsőoktatási intézményben, így a GFA gazdasági karán is. Ekkor van lehetőség az utolsó módosításokra a jelentkezési sorrendben, és ekkor derülnek ki az idei ponthatárok is. A GFA gazdasági karán optimistán várják a következő hetek történéseit.